Felfázás, fertőzések, csontritkulás és ízületi elváltozások, anyaság, szeretet. Címszavakban ezek a témák szerepeltek ezidáig a Királynői Klub egészségmegőrző program sorozatán. Az eddigi három előadás az tényleg egy nagyon komoly témákat érintettünk, és úgy gondoltam, hogy itt a januári szürkületbe, a télbe mindenki szívesen fogadna egy vidám témájú előadást, és úgy gondolom, hogy a Vékulcsár Ildikó annak a személyisége, illetve az ő írásai erre kiváló alkalom lesz. Az írónő előadására érkezők teljesen megtöltötték a könyvtár konferencia termét. Vékulcsár Ildikó 4-5 éve találta ki a műsort, mellyel azóta járja az országot, de a határon túlra is sokszor kap felkérést. Derű nélkül nem lehet elviselni a hétköznapokat. Ha elveszítem, vagy elveszíted, vagy elveszítjük azt a képességünket, hogy észrevegyük magunk körül az ennyire icipici jót, akkor nem lehet kibírni az életet. A Királynői Klub legközelebb február 29-én várja az érdeklődőket egy komolyabb témával. Akkor a nőgyógyászatról lesz szó.